Sziasztok! Nagyon érdekes dolog fog most történni. Az Egyesült Államokból jön ki a CPI adat, amely meg fogja határozni a további döntését a Federal Reserve-nek. Hogyha megnézzük, most elhelyeztem például a dollár japán jenen egy függő pozit, egy sell stopot, hogyha a CPI adat tényleg ilyen 3% környéki lesz, akkor abban az esetben itt óriási zuhé várható. Jó, per pillanat így állnak a kötések, most ilyen 550-600, az előbb voltam 700 eurós pluszban is. Per pillanat, most jön ki amúgy az adat, lassacskán 800 euró, nagy csapkodások vannak, itt mondjuk 800 euróban per pillanat. Igen, benyitott a sell, 0,5-ös sell pozícióm is benyitottam, amit az előbb nyitottam, ugyebár azt az előbb mutattam nektek, most jött ki az adat, ezek szerint valószínű olyasmi történt, mindjárt megnézzük, TikTok, jó, Forex Factory, és akkor ráfrissítünk, jó, oké, nézzük meg, hogy akkor milyen adat jött ki. Kérlek szépen titeket, 3%-os lett a CPI az USA-ban. Gyerekek, a Fednek hamarosan csökkenteni kell majd alapkamatot, úgyhogy jó irányban állunk per pillanat. Egyelőre minden jól néz ki. Hogyha megnézzük a dollár japán jent, akkor mind a kettő pozíciónk az megindult irányba. Itt jött ki a CPI, mint látjátok. Azonnal meg is ütötték. Ezért tettem alá, hogy törje le azért a 139-et. Sőt, közelebb tettem, ami nem mindegy. Ezek szerint akkor átmódosított egy picit. Akkor mi van még? Úst kadunk. Lesz még kanadai kamat döntés is amúgy a mai nap. Úgyhogy az is mehet még irányba. Ráadásul egy engulfinggal fordult. Akkor az NZD japán jenes pozíciók, ezek megvannak, itt történt egy kisebb visszakorrekció, per pillanat kilőtt fölfele, de ez csak egy időszakos történet, meglátjuk, mi lesz, tehát, hogy akkor stop lesz belőle, meglátjuk. Igen, per pillanat itt vagyunk, és az angol fontunk is kilőtt fölfelé, elég intenzíven, amint látjátok, megindul tovább föl, itt egészen bőven tudunk menni 1,30 fölé is, úgyhogy per pillanat így állunk. Az NZD japán jenek azok egy picit, az asszony szeret, azok egy picit visszatöltöttek, de ebből le is fogom zárni az egyiket, close position, tegyük le, meg rákötöttem még egyet, úgyhogy hogy bírjuk a gyűrődést, legyen marginünk bőségesen. No, úgyhogy per pillanat akkor itt állunk, amint láttátok, most élőben történt egy kereskedés, core CPI 0,2% lett, úgyhogy lehet, hogy a Fednek most már hamarosan abban kell gondolkodnia, hogy még az idejében kamatot csökkentsen. No, láttatok egy élő kereskedést. Sziasztok, ciao!